gyakorlati problémák oldaláról közelíteném meg a büntetőjogi tárgyú javaslatcsomagot, és rögtön kezdeném a börtönök vagy összefoglaló vagy gyűjtőfogalom használatával a büntetés végrehajtási intézetek nagyon jelentős túlzsúfoltságával. Helyes lépés volt, hogy a úgynevezett heringpénzek megállítás érdekében másfél-két évvel ezelőtt döntéseket hoztak, hiszen gyakorlatilag adott esetben országosan ismert, jóképzett ügyvédek által vezetett üzletág vagy iparág települt arra, hogy a börtönök túlzsúfoltsága miatt akár sok milliós kártérítésekkel távozhattak, mondjuk büntetésük kitöltése után olyan bűnözők, akik gyakorlatilag vagy a hivatásos bűnözői kategóriába tartoztak, vagy egyébként el lehetett róluk mondani, hogy életük során hasznot nem termeltek, de annál több kárt okoztak a megvezetett, vagy éppen megtámadott sértetteknek. Ez egészen elképesztő módon felháborító volt. Azonban tudjuk azt, hogy a börtönök túlzsúfoltságát hosszú távon csak férőhelyek létesítése, a meglévő intézetek bővítése, vagy új intézetek megépítése fogja jelenteni. Valamikor 2015-2016 tájékán önök nagy lendülettel, akkori árakon kb. 240-250 milliárd forint körüli költségvetés belengetésével 9 új börtön vagy büntetésvégrehajtás intézet megépítését tervezték el. Ebben egyébként 3 helyszín kapcsán Észak-Kelet-Magyarország is profitált volna, értem a profitált alatt azt, hogy a megépítés ideje alatt munkahelyek létesülnek ezekben a hátrányos helyzetű térségekben, és a börtönök üzemeltetése is akár a szélesebb lakókörnyezet vagy adott járás számára jelent egyfajta fellendülést. Ez a 3 észak-kelet-magyarországi helyszín ugye Ózd, Kemecse és szülővároson Csenger lett volna. Nem lehet tudni, hogy a 9 új intézet megépítését mikor csökkentették le 3-ra, és már arról sem igazán tudunk, hogy ez a 3 konkrétan mely intézet volna, mely 3 maradt benne a kosárban. Annyit viszont tudunk, hogy ez a 3 aztán lecsökkent 1-re, tehát végül a 9-ből maradt 1. Ez, teszem hozzá, hála jó Istennek, pont a Csengeri Büntetésvégrehajtási Intézet lett volna. Legjobb tudomásom szerint a közbeszerzési eljárást talán második neki futásra, a megismételt eljárást eredményesnek nyilvánították, szerződéskötés is megtörtént, mert ismereteim szerint 2022. december 31-ig érvényes, vagy érvényesített opciót tartalmaz, tehát hogyha idén év végéig, hát erre még ugye körülbelül egy bő 6 hét van, nem kerül pont az ügy végére pozitív előjelet, tehát megindulhat mondjuk 2023 elején a csengeri börtön megépítése, akkor újabb eljárást kell lebonyolítani, illetőleg a bizonytalan távoli ködös jövőbe vész ennek az intézetnek a megépítése. Annyit lehet tudni, hogy az eredetileg 500 főhelyes a tervezett Csenger intézet végül 1000 fős lenne, tehát közelíteni Tiszalök szintjét, egy rendkívül magas biztonságú börtön épülne. Mondanom sem kell ennek államtitkár úr, bár ön alig ha ismeri közelről a mi környékünket, hogy a Csengeri járás a legszegényebb térsége az egész országnak, tehát nem az egyik legszegényebb, vagy a legszegényebb között van, a legszegényebb a Csengeri járás, az ország legkisebb járása is egyben, és ott azért egy 500 munkavállalót foglalkoztató állami beruházás, további üzemeltetés, mint börtönüzemeltetés, egy szabad szemmel és jól látható mértékű fellendülést és fejlődést hozhatna, de úgy látszik, hogy az én szülővárosom, illetve az a választókerület, ami az önök szempontjából a top 5-ös vagy a top 10-es listán szerepel, nem érdemel ennyit. Úgy látszik, hogy nincs ennyi érdekérvényesítő képessége sem a környéknek, hogy egy ilyen beruházást sikerüljön átolni, pedig ezt a miniszterelnök úr 2017. május 4-én a Csengeri járás vagy tanúszoda átadásakor megígérte, erre a miniszterelnök úr úri becsület szavát adta, ettől függetlenül egy kapavágás nem történt, semmi nem történt meg a börtönépítéssel kapcsolatban. Ettől tehát nem tudok elvonatkoztatni, vagy nem tudom megállni, hogy ezt nevessem a szemükre, amikor ilyen törvényjavaslatokat tárgyalunk. Azzal természetesen a mi hazánk egyet tud érteni, hogy a modern technika vagy technológia vívmányait használják, akár drónok alkalmazásával, akár bemérésre vagy blokkolásra használt technikai eszközök bevetésével, hiszen egyrészt rendkívül mód sértette vagy tovább rontotta
az egyenruhás állomány tekintélyét, a hivatásos bévések munkájának hatékonyságát, és egyáltalán a mindennapok során az elítéletekkel való kapcsolatukat, hogy ahogy itt elhangzott előttem, valóban a különböző videó megosztó portálokon akár éppen boxedzéseket, vagy egyéb küzdősport bemutatókat, vagy különböző bűnelkövetési formákra való kioktatásokat tartalmazó videók sora jelent meg. Hát elnézést a kifejezésért, nem tudok ennél szebben fogalmazni, egyszerűen hülyét vagy majmot csináltak sokszor a tisztelt bévésekből, önhibájukon kívül, akik nyilván erőteljesen korlátozott hatáskörre vagy lehetőségekkel rendelkeznek az ilyen cselekmények megakadályozásában vagy felderítésében. Egyrészt egyre nagyobb a létszámhiány az állományon belül is, egyre nagyobb az elégedetlenség, egyre nagyobb az alulfizetettség. Nagyon fontos tehát, hogy ahol lehet, és amennyi pénz van rá, minél több helyen alkalmazzanak olyan eszközöket, amelyek blokkolják a meglévő mobiltelefonok és egyéb technikai eszközök akár elítéltek közötti, tehát intézeten belüli, akár különböző BV intézetek közötti kommunikációját, akár legfőképpen azt, hogy a börtönön belülről lehessen szervezni a külvilágban a bűnöző életet. Ez ugye a szervezett bűnözői köröknek sajnos már hosszú évtizedek óta nagyon könnyen működik. Hogyha ezt sikerül műszaki eszközökkel blokkolni, a meglévő eszközöket pedig mondjuk bemérésre alkalmas eszközökkel megtalálni, akkor sokat javul a büntetés végrehajtás hatékonysága. Ugyanakkor ki kell még itt térni egy olyan kérdésre, amely már nem kifejezetten a büntetés végrehajtáshoz, sokkal inkább a büntető eljáráshoz kapcsolódik, ez pedig a súlyosítási tilalom kérdése. Egy meglehetősen bonyolult szabályozást kívánnak most behozni. Azok, akik ezen szabályozás hatálybelépését követően tesznek majd jogi szakvizsgát, főleg büntetőjogi szakvizsgát, azoknak rendesen fel kell majd kötni a gatyát annak érdekében, hogy az új ilyen nagy teredemű szabályozás ismeretében tudják sikeresen abszolválni ezt az akadályt. Itt is egy gyakorlati tapasztalatomat hadd osszam meg önökkel, egy legalábbis a mi környékünkön elhíresült bűncselekmény kapcsán, amely egyébként egy kirívóan súlyos cselekmény, emberölés büntetének kísérletéről van szó, amelyet egyébként térfigyelő kamerák rögzítettek, 10-nél több tanú, hiteles szemtanú volt jelen az ügyben. Ettől függetlenül 8,5 év után hozták meg a jogerős ítéletet, és a következő volt az ügymenet, a következő bíróságok a következő sorrendben, az alábbi sorrendben hozták meg ítéleteiket, és egy mondatnyi túlzás nincs a szavaimban, Nyíregyházi törvényszék, debreceni ítélőtábla, kúria, debreceni ítélőtábla, kúria, debreceni ítélőtábla. Ez volt a ilyen flipper géphez hasonló módon, ha nem is a golyónak, hanem az ügyiratoknak a menete. Ez járta meg a különböző bíróságokat, és pontosan az történt, amiről államtitkár úr beszélt, a Nyíregyházi törvényszék képes volt és alkalmas volt arra, hogy helyesen minősítse azt a cselekményt, amire egyébként egy harmadéves joghallgató kapásról rámondani, hogy amit látunk a videó felvételeken, az nem lehet más, csak emberölés kísérlete. Ettől függetlenül ez a debreceni ítélő tábla, annak elnöke, akkori elnöke képes volt életveszélyt okozó testi sértésnek minősíteni, és gyakorlatilag felmentéssel egyenértékű felfüggesztett szabadságvesztéseket kiszabni. A Nyíregyházi törvényszék valamennyi vádlottra nézve végrehajtandó szabadságvesztéséhez képest. Majd aztán a kúria visszadobta ezt az ügyet. Aztán a debreceni ítélőtábla másodszor is hozott egy teljesen szakszerűtlen, abszolút helytelen minősítés alapon már-már nevetségesnek tűnő ítéletet, és amikor a kúriához került másodszor az ügy, akkor sikerült úgy irányba állítani a debreceni ítélőtáblát, hogy annak egy vadonat új összetételű tanácsa már képes volt arra, ami egyébként ki kellett volna, hogy verje a döntéshozók szemét, mellézést a kifejezését az első perctől kezdve, és évekkel korábban le lehetett volna zárni ezt az eljárást. Ennek eredményeképpen sikerült a 9 elkövetőből legalább 3-at fejénként 5 év végrehajtandó szabadságvesztése ítélni, ami az elkövetett cselekmény súlyához képest még mindig elég enyhe volt, de legalább annyit el lehetett mondani, hogy valami kézzel fogható hátrányos sok következmény mégiscsak származott abból a gyalázatos cselekményből, amit ők térfigyelő kamerák keresztüzében képesek voltak elkövetni. Ilyen módon egyáltalán nem lehetetlen az, hogy
a súlyosítási tilalom, finoman szóval és ilyen mértékű kiigazításának kivételes esetekben lehet, helye lehet létjogosultsága, hiszen az élet, mint ahogy az előbb elmondtam, és a joggyakorlat produkált olyan jogesetet, és a 8,5 éves procedúrát, amelyre az íróasztal mögött ülő még gyakorlott jogalkotók sem nagyon számíthatnak előre. Egyszerűen ez egészen furcsa módon így alakult. Én minden esetre örülnék, hogyha az ilyen jogeseteket legalább a jogi karokon, aztán a büntetőjogi képzés keretében oktatnák, mert rendkívül sok tanulsággal szolgál, főleg azon joghallgatók számára, akik utána mondjuk később a bírói pályára vagy ügyészi pályára kívánnak menni, illetőleg ott képzelik el a jövőjüket. Úgyhogy meglehetősen vegyesek a Mi Hazánk mozgalom benyomása és érzése is ezzel a törvényjavaslattal vagy javaslatcsomaggal kapcsolatban. A végleges álláspontunkat később fogjuk kialakítani. Köszönöm!